Ez minek kell le? Mert ma sokan nagyon régtől jártak ott mink. Hát évi vagy 7 évi jön. Nem állandóan, hanem gyakran egy hónapban én egyszer, ők többször, én egyszer. Mert a gyerekeket nem lehet meg okbájtó hagyni. A gyerekek mit csinálnak, ha most gyereket kell nézni? Ők úgy vették, mint kirándulás. Nekik annyiból jó volt, no, hogy ők nem vették fel úgy. Mert igazán nem éheznek, meg mit tudom én, mert az ember, ha kerestünk, ha megvettük nekik, ami kell. Őnek sokszor jó is volt. Ők úgy vették, mint aki kirándulni van. Még hazor még örültek is, hogy menünk. Gyerekeknek mos. Mert sokan úgy veszik fel ottan, hogy ebben kínozzuk a gyerekeket. De ha erőszakban a gyereket ültetni nem lehet, hanem akár. Mert volt úgy, hogy megunta fel a csét, ahol lesták kirákat, akkor vagy két pénzt, azt ő ment. Normálisan vett meg annak fagyit, vagy ami kellett. Ő tudott kérni. Ő neki ezt tetszett. Sok ott áll hinta, tudott játszani. Voltunk párba is hintozni. Ő neki ott jó. Mit szemé? Ma így, mint a fiamnak is, ma ő nagyobb igazi, ő neki ma rosszabb. Mert ő ma másképp veszi fel, mint a kisebbek. Úgyhogy ilyen nehez az élet. Őnek is meg kellett szakítani az iskola tevvéget, mert pénzileg nem tudom finanszírozni őt. És a rokonság, aki azok a ismerősöknek rokonok, tudják, hogy mentek, jártak idécsbe, ők mit szólnak hozzá? Ők ugyanúgy járnak. Ugyanúgy járnak? Persze. Ugyanúgy. Nagyon sokan. Itt a faluban ez akkor nem téma? Nem. Nem, mert mindenki ugyanígy szenved, mint mink, no. Ugyanígy. Úgyhogy itt az nem titok senki előtt, mert mindenki jár. Van, aki gyerekekvel, van, aki gyerek nélkül. Te már sok éve voltál. Én ma nagyon sok, negyedik hónapja. Mert ő ma 3 hónapos, úgyhogy negyedik hónapja majdnem voltam. Nem is tudnak kimenni, mivel ő szopik is, meg picike is, még kire hagyjam. Nevetik. Őt még nem lehet. És ha félsz, hogy megint kimész? Milyen az megint kimész? Leülni biztos, hogy fél óraig ott fogok majd állani, hogy lemerjek ülni. Mert ma el is szoktam, meg azért az olyan, hogy az fétség is, meg rizikós is, meg az ember szégyeli magát. Az rossz. Egyedül is mentél, mindig a férjeddel? Voltos, hogy egyedül is a gyerekvel, no, de még így, magam, nem. Nem. Férjemmel, vagy a fiamval. Együtt jó? Persze, hogy. Biztonságosabb, mint egyedül, mert egyedül egy asszonynak nem jó. Főleg, hogy én nem ismerem úgy rendesen, hiába jártam sokszor, én Bécset rendesen nem ismerem. Sok helyet nem tudom, hogy hol van. Mert igaz, az ember kimegyen, azt akkor elfarad abba egész nap ülni,
azt akkor még nézen is széthat, arra időm nem volt soha. Csak annyi, hogy vettünk enni, azt leültünk pihenni, utána azt kerestünk helyet, hol aludni, ha egy otthonon tanultunk. De így én magam nem. Nem is mennék. Magam nem jó. Még ez volna, ahol aludni, ahogy biztosra mennék, nohogy estére be tudok menni, feküdni valahova. Ez megint most. De így, hogy nincs biztonságos hely, nem jó. És a gyerekekkel ott vagy, akkor általában hol szoktál megszállni? Vagy hogy ugyanolyan nehéz, mint egyébként? Ugyanolyan nehéz. Ez kínálatos jövőnzőben lesz. Talán még ővelék sokkal rosszabb. Mert igaz, így csak magamot fejtem, úgy nem még őköt is. Azt akkor egész éjjel fel kellett lenni. Másnap megint úgy menni ülni. Úgyhogy az embert megtöri mindenféleképpen. Idegileg is, mindenhogy. Ő is mondja, hogy igaz. Úgyhogy ez... Akkor megyen tönkre az ember.